Sorban állnak a hómarók és más munkagépek a Magyar Közút ZRT szolnoki mérnökségén. Ezek a járművek és személyzetük felel majd azért, hogy a téli havazások, ónos esők idején is járható legyen a megye 1342 kilométeres úthálózata. 27 sószóróval és hóekével felszerelt úgynevezett kettős rendeltetésű gépünk, tehergépjárművünk van. Ebből három bérelt, a többi az saját állomány. Ezekkel végezzük az utak síkosságmentesítését, hóeltakarítását. Ezen kívül rendelkezünk 4 darab rakodóval, ami a telephelyeken a sórakodást teszi lehetővé. Emellett rendkívüli időjárás esetére 6 darab hómaró és oldalsó szórógép is rendelkezésre áll, illetve végső esetben további 7 tartalék jármű is szolgálatba tud állni, valamint lehetőség van más megyéki gépeinek átcsoportosítására is. A 2018-2019-es télen a vállalat munkatársai mintegy 7000 tonna útszórósót használtak fel, illetve további 129000 liter kálciumklorid oldat fogyott az utakon. A járművek több mint 73000 kilométert tettek meg, ami mintegy 60 beavatkozásnak felel meg. Az idei készletek már a raktárakban, illetve a tartályokban vannak. 485 tonna érdesítő anyag mellett 21.225 kg kálciumklorid granulátummal és 7.900 liter kálciumklorid oldattal készülnek, továbbá a sótárolók is megteltek. Jelenlegi kezdő készletünk az több mint 7.300 tonna, tehát a megye 4 sótárójában ennyi van jelenleg betárolva, ami azt jelenti, hogyha egy tavalyi télhez hasonló időjárás körülmények alakulnak ki, akkor akár az egész téli időszakra ez a sómennyiség elegendő lesz. A felkészülés jegyében az úthálózat mellé az elmúlt napokban 7105 méter hófogó rácsot telepítettek, valamint az átfúvások megelőzésére további 9,5 kilométeren hóvédő erdősávok találhatók. A téli üzem november 10-től lép életbe országszerte.